sokszor gondolkozunk azon, hogy miért van egyáltalán szükség egy ilyen fesztiválra, Szent Név fesztiválra, hiszen a Szent Nevet énekeljük minden nap, énekeljük a templomi programokon, énekeljük fesztiválokon, harinámokon, sokszor énekeljük. A másik pedig, hogy az embernek annyi dolga van, annyi teendője, annyi baja, ha úgy tetszik, hogy mi az, ahogy most ezt is, tehát hogy van erre nekünk időnk, hogy most összejöjjünk, és most még a Szent Nevet külön énekeljük a többi dolog mellett, és ha az ember részt vesz egy ilyen fesztiválnak, akkor rájön arra, vagy emlékszik arra újra, hogy maga a Szent Név az orvosság, tehát hogy a Szent Név az orvosság a bajainkra, és minél többet énekeljük, annál több orvosságot veszünk be. És ha nem énekeljük, akkor önök vagyunk kicsit, mint a beteg, aki annyira el van foglalva a saját betegségével, hogy nincs ideje bevenni az orvosságot. Gondolom, hogy ez a közös éneklés az, ami a legcsodálatosabb élményt adja az egész tradíciónak, a kristusnapjátos mozgalmunknak, amit át akarunk adni az emberek felé. És ez az a dolog, ami tudja mélyíteni a mi lelki gyakorlatunkat, lelki tapasztalatainkat. Ugye minden szentírásunk ugye erről szól igazából konklúzióban, hogy lelkélet lényege énekelni Szent Nevet, ízt fejleszteni ki. Legfelsőbb szintű társulás, ugye a legfelsőbb szintű szadusang az énekelni Szent Nevet. Jön ebből minden gyönyör, boldogság, tudás. A lelki gyakorlóknak általában, mint nekem is, a Szent Név éneklése az maga az élet. És hát ezek a Szent Név napok különös lehetőségek arra, hogy itt együtt énekeljük ezeket a transzcendentális mantrákat, főleg ezt a Hare Krishna Maha mantrát, amely egy transzcendentális hangvibráció. Ha valaki ezt énekli, fogja tapasztalni, hogy szívében egyre csak emelkedik érzelmileg, mentálisan, lelkileg, intellektuálisan, és hát ennek a célja gyakorlatilag az, hogy egészen a transzcendentális szintre felemelkedjünk. Ezért jöttünk, ezért osztjuk a könyveket, hogy embereket filozófiailag meggyőzzük arra, hogy énekeljenek Hare Krishna mantrát, ezért építünk templomot, ezért osztunk prasádamot, ezért vagyunk itt. Szóval ezért nem szabad, hogy a háttérbe szoruljon ennek az éneklésnek a jelentősége, mert ebből fog jönni minden íz. És akkor bakták, hogyha ezt gyakorolják, akkor nem lesz probléma a lelki életükkel, nem lesz probléma a társadalmi életükkel, az egymással való kapcsolataik fognak javulni, mert minden dolog, minden íz, minden lelki megértés az jön ebből az éneklésből. Hát nagyon szeretem a Szent Név napot, mert nagyon sok bakta van ilyenkor együtt, és együtt énekeljük az Úr Szent Nevét, és ez nagyon szép, amikor így együtt tudunk imádkozni. Amikor önmagamban éneklek, csodálatos élmény, de amikor itt vannak 50-en, 60-on és ismétlik, és közösen énekeljük az Úr Szent Nevét, annak olyan saktia, olyan energiája van, hogy az hihetetlen élmény. Szóval én javaslom mindenkinek, hogy amikor csak lehet, jöjjön el ide a templomunkba, és énekelje velünk ezeket a mantrákat.